Európában utolsóként június végén zárult a magyar bajnokság, amelyben végül a Szombathely bizonyult a legjobbnak. Minden együttes építgeti a következő szezon keretét, már egyelőre csak csordogálnak az átigazolási hírek. Ami a nyíregyháziakat illeti, az biztos, hogy a korábbi csapatkapitány Busz Iván alacsonyabb osztályban folytatja pályafutását, és az is, hogy Mokánszky Máté, illetve Bazsó Bruno a jövőben is a kékcápákat erősíti. Hozzájuk csatlakozik a nyíregyházi nevelésű, Sopronból hazatérő Fazekas Csaba. Eddig is fontosnak tartottam azt, hogy azokat a nyíregyházi játékosokat, akik itt vannak, azokat próbáljuk előtérbe helyezni és rájuk támaszkodni, illetve az évek során, ahogy sikerült B csoportból A csoportba jutni, majd bemaradni, próbáljuk azokat a játékosokat, akik korábban elhagyták szülővárosukat azért, hogy nagyobb reményekkel vágjanak neki első osztályban a kosárlabdának, próbáljuk visszacsábítani, és ezek közül az egyik fontos szempont volt a Fazekas Csabinak a visszaigazolása, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy sikerült nyílbe ütnünk ezt a szerződést is. A szezonban a legjobb mérkőzését ellenünk játszotta, és az ő hatható segítségével sikerült minket megverni az utolsó percekben szerzett pontjaival, lepattanóival, de nem csak ezért érték, mert volt egy jó meccs ellenünk, hanem azért, mert ő nagyon stabil, jó teljesítmény nyújtott már az előző három szezonban is Sopronban. Ugyan a fiatal szabálynak köszönhetően lépett előre, de játszott rengeteg komoly mérkőzést kezdőként, kulcsszituációkban, illetve hát Pető Ákos vezetőedzővel is régóta dolgozik együtt, vagy dolgozott együtt, úgyhogy nem zsákba macskar szem. Mindkét fél szerette volna együtt folytatni, úgyhogy könnyű volt megegyeznünk. Új játékos lesz majd az Albafehérvártól érkező 20 éves, 1-es-2-es poszton bevethető Kass Balázs is, de a legutóbbi keret három kosarasának szerződés hosszabbítását is bejelentette a klub. Vaskó György és Szabi Dániel munkájára is számítunk. Ők is szerettek volna valadni, illetve mi is szerettük volna, ha maradnak. Illetve Kiss Benedek is nagyon fontos elem, hiszen ő még fiatal, és még jövőre is fiatal, úgyhogy a szövetség döntés alapján még két évig biztosan fiatal szabály lesz, úgyhogy vele egy két éves kontraktus köttetett, most már nem kölcsönben, hanem valóban a nyíregyházi blúzsák játékosa lesz. Úgyhogy a jövőt építjük, és szeretnénk olyan fiatal játékosokkal erősíteni, illetve megmaradni, akikkel együtt dolgoztunk. Az előző szezonban jól sikerült Nyíregyházán a légiós választás, valamennyi külföldi játékos sokat tett azért, hogy az újonc kékcápák biztosan hosszabbították meg élvonalbeli tagságukat. Tavaly azért egy Covid szezonból jöttünk, hogy voltunk még benne, és tavaly nagyon sok játékos szinte mind úgy állt hozzá, aki júniusban kapott egy olyan ajánlatot, az alá is írt. Na már most ugye nincsen Covid, hál' az Istennek, viszont a játékosok most már kívánnak. Van egy NBA Summer League, sokan szeretnének bekerülni tengeren túl a erősebb bajnokságokba, tehát még az árak picit magasak, illetve a játékosok sem szeretnének aláírni. Ez nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk, hiszen minden nap tárgyalunk játékosokkal, ügynökökkel. Én azt gondolom, hogy júliusban meg fogjuk találni mind az öt légióst, akikre számíthatunk a következő szezonban. A felkészülést augusztusban kezdik majd el a cápák. A meccs program még alakul, de az biztos, hogy a klub ismét megrendezi a Sitkú Ernő emléktornát, és az újonc budapesti honvéd tornájára is meghívást kapott Pető Ákos együttese.